Ez itt a Veol Podcast pódium. Őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. 1986 óta él Magyarországon. Idegenvezetőként turista csoportokat fogad, magyar, orosz és ukrán nyelven mutatja be a nevezetes helyeket, látványosságokat. 2010-ben indult a nemzetiségi önkormányzati választáson a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület jelöltjeként, és lett a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és 9 évig töltötte be ezt a tisztséget. 2015-től a veszprémi székhelyű Dnyipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület elnöke Zakar Irina. Idén Procivitate díjat adományozott a veszprémi önkormányzat, a város életében kiemelkedő tevékenységet végző, az önkéntesség elvén szerveződő civil szervezet munkájának elismeréseként. A műsor vendége Zakar Irina, üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet az interjúra. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy engem hívtak meg. Irina 1986-ban költözött Magyarországra, több településen élt, mire Veszprémben kötött ki. Milyen út vezetett idáig? Hát a diákszerelem, meg Kijevbe, férjem Kijevbe tanult, egyetemet ott végzett, és megismerkedtünk, összeházasodtunk, eljöttünk Magyarországra, úgyhogy a férjem munka, meg életpálya, ez honvédséghez kötődött, és akkor úgy kezdtünk, ahogy mind katonatiszt feleségek, férjem után költöztünk egy helyről másikra. Hát most visszafele nézve jó volt. Milyen városokat ismert így meg Irina annak idején? Zalaba, Csabi a Ozdról származik, úgyhogy egy darabig Ozdon voltunk, utána Keszthely, ott Laktonyázárasig, és utána Veszprém. Veszprém is. Inkább úgy mondom, Balaton körül forog az életem. És akkor most valószínűleg végleg letelepedtek Veszprémben? Oly, ezt nem fogok mondani, mert soha nem lehet tudni. Sosem lehet tudni, mit dob a sors. Hogyan lehet bemutatni a békeidőkben Veszprémben élt ukrán közösséget? Akkoriban hányan lehettek, és általában milyen módon kerültek a városba? Kezdésnél 52-en voltunk, utána mindig változott a létszám. A többet lehetünk, kevesebb, gyerekek elmentek tanulni, költöztek, ugyanúgy tisztek feleségek is voltak a csapatba, nyugdíjba mentek, elköltöztük más városokba. Nagyon jó közösség volt, elég-elég szépen dolgoztunk. Én nagyon-nagyon szép emlékek kötnek ehhez munkához, mert nagy munka volt, sikerült kapcsolatok keresztül elhozni elég híres művészek, ukrán művészek, ez volt egy célunk, hogy ukrán kultúrát bemutatjunk, és magas színvonalon. Ukránok Ukrajnából, ha emlékeznek, akkor Virszki, a kórusokat hoztunk, a Barvinok kanadai táncegyüttest volt. Nos, nyilván itt Magyarországon is élnek zenészek, a művészek, a képzőművészek elég színvonálasak. Ezekek emberek is bemutattunk, ezekek művészeket is mutattunk koncerteken. Irina a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként kezdte meg a társadalmi munkáját Veszprémben. Mik voltak az akkori legfontosabb célok, és mit sikerült ezekből megvalósítani? Több rendezvényről már hallottunk, komoly együttesekről. Miről lehet még tájékoztatni a hallgatókat? Mindenképpen akartunk, hogy gyerekek nem felejtsenek a nyelvet. Mert attól függetlenül, hogy itt vagyunk, és magyar nyelvet használjunk, hogy anyanyelvet ne felejtsünk. Kezdtünk is könyvtárat gyűjteni, hogy ukrán könyveket legyenek nálunk. Nagyon-nagyon
álma volt a ukrán iskola. Ez Budapesthez kötődött, mert ehhez nyilván több ukrán gyerek kellett. Támogattunk az ötletet, támogattunk a iskolát indítását, sikerült is volt egy házi iskola, vasárnapi iskola, jártak is gyerekek a tagoknak, a Dnipro tagoknak a gyerekei ebbe iskolába, hát most már nagyocskák, már gimisek, úgyhogy de büszke vagyok rájuk, mert mind a kettő nyelvet nagyon szépen használnak. Arról már hallottunk, hogy világhírű művészegyüttesek fordultak meg Veszprémben az ukrán nemzetiségi önkormányzat jóvoltából. Mire lehet még emlékezni érdekes eseményekre? Mi volt emlékezetes Irina számára? Voltak szomorú dolgok is, mert a nagyon szép és nagyon híres képzőművész Sasa, mindenki úgy Sasának emlékszik, elment tőlünk. Szegény meghalt nagy, hosszú betegség után. Ez nagy elvesztés volt, és ő nagyon-nagyon szép kiállításokat szokott, együtt szoktunk megcsinálni vele. Ő még maga körül még tanácsot is adta, kivel lehet kapcsolatba lépni, hogy más művészeket is hoztunk. Ő Budapesten élt, sokkal több belátása volt pont olyan. Nagyon szép kiállításokat hoztunk akkoriban. Volt egy darabig sportnapok tartottunk, akkor mindig csatlakoztunk a ukrán táborokba nyáron, a táborozási időben, mint a önkormányzat is, mint a Dnipro Egyesület, szoktunk finomságokat, gyümölcsöket elvinni picit, hogy színesíteni étrendet tábori. Ott is maradtunk egy-kettő napig, szoktunk a gasztronómia napot tartani táborokba, úgyhogy amennyi időt engedte a munka mellett, és amennyi finanszírozni tudtunk, hogy mindenben részt vettünk, ahol láttunk fantáziát, ahol láttunk, hogy szívesen látnak, és ahol segítség kell. Mert hogy közben ment a hivatás is, ugye ezek szerint idegenvezetés, akkoriban igen, még igen. Ez volt az elsőrendű szempont, ugye, igen. Hogy hát, ez volt igazából a munka. A többi az társadalmi tevékenység. Nem, ez is munka, ez hobbi is, munka egy flakonban. Jött a Dnipro, amit már Irina emlegetett is, amelynek eredetileg az ukrán kultúra ápolása, a népi és vallási tradíciók megőrzése, az ukrán nyelv és a művészeti értékek megismertetése volt a célja, illetve kapcsolattartás az anyaországgal, továbbá a világ ukrán diaszpórájával. Ebben milyen eredményeket ért el korábban a szervezet? Rengeteg volt a terv, nem is csak ukrán kultúrát kellett volna Kijevbe bemutatni, magyar kultúrát. És ott kellett volna nekünk találkozni, a Kárpátaljai Magyaroknak Szövetsége van Kijevbe, és közösen csináltuk volna nagyon-nagyon érdekes program, csak beleszólt a Covid. És borult egész, kész voltunk, abszolút anyag most is van, bármikor tudjuk indítani. Most nem tudjunk más miatt, és nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy nagyon-nagyon kész voltunk, és indult volna a delegáció Kijevbe, és nagyon akartam megismerni többséget az a Kárpátaljai Magyaroknak, a szövetségeknek, aki Kijevbe, vagy egyesületnek, aki Kijevbe tartózkodik, tagjaival, de
a más célok lettek, úgyhogy a Covid beleszólt nagyon 2 évet. Igen, és itt nem segített az online jelenlét valószínűleg, tehát ezt mindenképpen személyesen lehetett volna megoldani. Igen. De sok mindent online úton is lehetett, hiszen versenyekről is hallottunk, hogy internetes kapcsolat révén sikerült több jó szereplés is, és komoly versenyeken részvétel. Ezekről mit tudhat a hallgató? 2-szer a tagunk, a Jákói Bernadett indult Szlovéniába, meg Mikolaj városába, Ukrajnába, a Dál Fesztiválon, ahol nagyon szépen, szép eredményeket írta el. Egyik külön díjat kapott Szlovéniába, a második lett a Mikolajevi fesztiválon. És amiben még részt vettünk, ez az országos önkormányzat minden évben a szavaló verseny, és ott akár felnőttek, akár gyerekek, aki tudta felvétel készíteni úgy bezártság alatt, akkor elküldte, és ott is nagyon szép, szép eredményeket elértek gyerekek, felnőttek is. Mindent gyökeresen megváltoztatott a totálissá szélesedett orosz-ukrán háború, amivel a Dnyipro szerepe is más lett. Itt már nem csak a kultúra ápolásáról kellett gondoskodni és erről gondolkodni, sokkal fontosabbá vált talán ennél is a menekültek fogadása és segítése. Erről azt hiszem, hogy sokat lehet beszélgetni. Irina ebben is nagyon aktívnak bizonyult. Mi a helyzet most Veszprémben? Először, hogy én szeretném a köszönetet mondani a önkormányzatnak, a várospolgárainak és Veszprém környéki polgárainak, mert itt Veszprém és Veszprém környéken egyetlen egyszer se hallottam, hogy valakit éhen maradt, 2 napig nem kapott ennivaló, mert Zalaegerszegen volt olyan, és oda kellett intézkedni, és Vöröskereszt segítettem, mert engem felkeresett anyukája, hogy 2 napig nem ettek. Őket elhoztak szállásra, oda leraktak, de se pénz nem volt nálunk, semmilyen pénz nem volt, úgy kellett gondolni, se ennivaló, nyelvet se tudtak, és valakit nyomta én telefonszámot, mert a Facebookon megtaláltak, és úgy sikerült kapcsolatba lépni, és akkor mi intézkedtünk. Úgyhogy itt Veszprém és Veszprém környéken, aki valakit utcán aludt volna, vagy nem kapott ennivaló, vagy nem tudta elhelyezni, biztonságosan ez nem volt. Tehát mindenki kap ellátást, aki igen, ide érkezik. Igen, és ukránok és magyarok befogadtak saját lakásba. Úgy tessék elképzelni, hogy a vasútállomásról érkezett embereket abszolút idegenek befogadtak saját lakásba, és több hétig gondoskodtak, és ez úgy lehet tudni, hogy cserélődött, amikor valahogy tudtak, hogy vagy tovább menni, vagy munkát találni, akkor jött a következő garnitúra. Úgyhogy ez olyan 3-4 hónapig elég kemény küzdelem volt. Az önkormányzat is jelölt ki lakásokat, saját tulajdonú lakásokat, ha jól tudom, ukrán állampolgárok fogadására. Igen, és igen, ezeket a lakásot kerestünk, bebutoroztunk, köszönjük szépen a polgároknak, a veszprémi polgároknak, hogy ami nekik nem kellett, vagy ami kellett, de tudtak, hogy nekünk szüksége, nagyobb szüksége van erre dologra, akkor átruháztattak hozzánk. Úgyhogy igen, Aurel házba laktak 12 fő, meg Kadártai orvosi rendelőbe is voltak 4-en. Ez 16, most ennyi menekült van Veszprémben? Biztos nem ennyi? Nem, de hogy ez csak az önkormányzat által fogadott. Akkor ezeket házakat átengedtek nekünk, és mi beputoroztunk, és oda helyeztünk. Van több, ahogy kerestek a munkát, a munkáltatók
biztosítottak nekik lakhatás, és akkor ők úgy lakásba, bérelt lakásba vannak elhelyezve. Voltak nekünk sportoló, kettő iskola, sportiskola, ami ide eljött, ez a kosárlabdások. Őket a kosárlabda egyesület helyezte és segítette nekik. Mi még besegítettünk az üdösök. 18-an jöttek ide, egy darabig a kollégiumban voltak, szakközépiskolai kollégiumban voltak, mi picit ennivalót meg sportolók, és több ennivaló kellene, mint az átlagembernek. Segítettük őket a tisztolkodási szerekkel, besegítettünk. Tartunk nagyon jó kapcsolatunk, ez a hatalmas nagy segítség volt máltai szeretett szolgálatok, és akik kártyát osztogattam, mert ez is, hogy csapat megérkezett márciusban, amikor hideg volt, és beállt a nyár. És ezek a gyerekek hirtelen nőnek, és egy-kettő méretre nagyobb ruhát kellene, és akkor ez a kikes utalványokat nagyon jó jöttek pont ezek a gyerekek, akik távol vannak a szülőktől, mert vagy katonaságnak szolgálnak szülők, vagy olyan munkát végeznek, ahonnan nem engednek. Abszolút békés munka, mint a szakács, de kórházba dolgozik, és már úgy sorolnak, mint a sorköteles ember, úgyhogy nem engednek városból se, nem engednek külföldre se, úgyhogy gyerekek itt vannak, próbáljunk velünk olyan kapcsolatot picit dedelgetni, ha találkozunk, akkor kedveskedünk valamit finomságokkal nekik, meg egy beszélgetés, mert hiányoznak fontos szülők, és egy éve ez sok. Fontos. Ha jól tudom, Veszprémben működik gyerekfoglalkoztató hetente talán egyszer, vagy többször is talán, de van valami kialakult rendje ennek, ugye, hogy a gyerkőcöket a saját körükben tudnak elhelyezni, és foglalkozni, tanítani őket. Ez a Ptakszínház hozzánk csatlakozott akkoriban márciusban, ahogy mondtam, hogy márciusban Jakói Berti kezdett foglalkozni, ez a kézügyiségi műhely gyerekeknek csinálni. A Méhokszán ez is egyesület tagja, ő kezdett a magyar nyelvet tanítani, de beszélni, mert első, ami kellett, hogy mégis megtanuljanak valami annyi kommunikálni, és csatlakozott Ptakszínház, Domonkorsági, meg a Bondarcsuk Mikola, ők még a játékoson gyógyítás, az színház, valamit olyan formátumban kezdtek foglalkozni a gyerekekkel. Későbbekre a Málta Szeretett Szolgálat magukhoz hívta, és most a Málta Szeretett Szolgálat szárnyalát csináljuk tovább ezeket a dolgokat. Irina személyes beszélgetésünk során mondta, hogy a Dnyiprónak azért nem merül ki a tevékenysége, hogy menekülteket fogadjon, támogasson, segítsen, azért még a kultúra ápolása is napirenden van. Tervek mindenképpen vannak. Mik a tervek? Na nyár. Jönnek táborok, ott is részt veszünk, nem csak itt Balatonon, a Dunaparton is. Másik, ami pályázatok írtunk és várunk, hogy megérkezzenek a források. Források. Ezt szeretném megismertetni a gyerekekkel a Veszprém megyét. Mindenbe, ami bele lehet kóstolni magyar kultúrába, magyar történelemben, magyar gazdaságba, iparba, ezt szeretném, hogy gyerekek belekóstoljanak, és jó visszaemlékek legyenek neki a majd évek során.
Szép kihívás, és szép tervek, idegenvezetés. Ez most is tart? Nem. Nagyon szomorú, miatt is vagyunk. Először, hogy valahol takarékba tettek magukat, vagy én úgy érzem, a turisztikai társaságok. Másik dolog, nincs időm. Nincs időm. Annyira pörgök pont ebbe a témába, hogy segíteni kell. Meg mindig megbetegszenek, tél volt, betegek voltak gyerekek, nyár, most gondoskodni erről kellett, hogy ne kováljanak itt a városon, addig szülők dolgoznak, valahogy valamit értelmes dolgot csináljanak, és hogy szülők is biztonságban tudjanak, akár nem csak ukrán gyerekek, magyar gyerekek tudnak csatlakozni, mi soha nem zárkozunk, hogy együtt ne legyenek, ha úgy adódnak, hogy mind a kettő annyira jók tudnak kommunikálni, a nyelvtudás nélkül is, én csak nézem. Mindent meg lehet oldani, ha igen, nagyon akarja, igen, az ember. Igen. Plusz technika, telefon, de a telefon nélkül, és annyira megértenek egymást, hogy csodálatos. Irina a Magyarországra menekült ukrajnai állampolgárok és kárpátaljai árvaházak támogatásában végzett karitatív munkájáért megkapta az Ukrajna Arany Szíve 2023 díjat. Ez egy komoly elismerése a munkának, azt hiszem. Köszönöm szépen, hogy el is sírtam magamat. És nem én kaptam, egyesület kapott, és tagok kaptak. Én nagyon köszönöm nekik. Mert ami össze lehet gyűjteni, ők, mint egy kis magusok, összegyűjtenek, elmondanak, hogy ott van, gyere, vidd el. Annyira nagy munkát végeznek. Van köztünk, aki idősebb, mint én, de mégis nagyon aktívak. Árvaház téma úgy kezdődött, hogy megtudtunk, hogy evakuáltak. Bombáztak a város, és onnan evakuáltak árvaházat Kárpátalján, és segítségre szorultak. Nyilván ebben pillanatban indultunk, amennyi volt nekünk a tisztálkodási szerek, mosószerek, valamennyi tartós élelmiszer, ezt vittünk. És láttunk, hogy igen, még ez a bürokratikus dolgok, hogy ők ide költöztek, de a támogatás még régi helyre ment, addig ezeket átcsoportosítottak. A gyerekek itt vannak, és ma kérnek ennivalót. Úgyhogy megláttunk, hogy nagyon szűkösen vannak, elmentük a munkácsi piacra, bevásároltuk, elhoztuk, nagyon boldogok voltak a gyerekek, mert a finomságokat is hoztunk. Én attól kezdve kezdtem figyelni, hol pont ennek helye. A Lvov mellett Szolonkán van még egy nem árvaház, de ott sok gyerek van, menekült gyerek van, ez egy kolostor, és ők fogadnak a gyerekeket, oda szoktunk elküldeni, úgyhogy mi Kárpátaljára viszünk a dolgokat, és utána ottani önkéntesek besegítenek eljutatni a Lvovig, még 200 kilométer Ukrajnába befele. Ez meg a Ungváron van még egy menekült csoport, ez krími tatárok, akinek úgy alakult az élet, hogy már nem tudtak maradni otthon. Nagyon-nagyon szörnyű, szomorú dolgokat meséltek, és akkor őket is szoktuk támogatni. Úgyhogy ők itt vannak, én örülök, hogy itt vannak, biztonságban, és ha amennyit tudunk segíteni, segíteni is fogunk. Irina, mi a véleménye Veszprém érhetőségéről? Programokban nagyon-nagyon magaslaton van Veszprém. Friss levegő. Ez is. Hála a bakonynak, igen, meg a észak-nyugati szeleknek. Igen, a harangoknak, meg szélnek. Kellemes, kellemes, barátságos az emberek. Én szeretem. Nekem nem szép szó, de bejött. Szép szó. Veszprémről szólván jól hangzik. 98-ban költöztünk,
Én jól érzem magamat itt, több lakótelepen laktok, mindenhol találtam barátokat, ismerősök, sokszor akivel több éve nem találkozunk, és nagyon szívesen látnak, ha találkozunk, akkor van miről beszélni. Én nagyon szeretem a zenét, meg színházat, a meleg színvonalas előadások vannak a Petőfi Színházban. Idő miatt nem tudok mondani, hogy bérletünk van, de ha van lehetőség, akkor szívesen elmegyünk, és nézzünk a nyári program, nagyon jó. Nekem öröm, hogy a nyári program, a gyerekek szoktak hazajönni ezek a kutcazene fesztiválokra. Szeretem. Hogyan látja Irina a város közlekedési viszonyait? Mint egy nagy agglomerációs városban. Mindenki ezzel szenved. Igen, mert ez így van. Ugyanúgy a dugók a főműsor időben, ugyanúgy a buszok. Pont amikor nekem kell, akkor nem jön. De sokan azt mondják, hogy egy ekkora városban elkerülhetetlenek a dugók, és sokan mondják, hogy csak remélni tudják, hogy ez majd azért változhat. Azért vannak jelek, épültek új utak, épülnek új parkolók, valószínűleg ezen azért lehet segíteni előbb vagy utóbb. Féplőszer parkolók minden városnak nagyon kell, és olyan központi részen, ahonnan jó közlekedés város fele, centrumban. Ezzel tudjunk terhet levenni a utakról, a levegőről, és nyilván is kényelmesebb tenni a városi közlekedés. Én sokat gyaloglok, mert parkolót találni nagyon nehéz, úgyhogy valahol leteszem az autót is. Ha éppen van hely, ki kell használni. És sokszor gyorsabban gyalog, oda jutok, ahova akarok, mint autóval. Van még egy kérdésem, bár ezt már kicsit érintettük, de ha azt kérdezem, hogy mit gondol Irina a Veszprém kulturális életéről, az eddig elhangzottakon kívül vannak zenei programok, van színház, három is Veszprémben, de általában globálisan mi a véleménye Veszprém kulturális életéről? Én úgy látom, hogy gyerekeknek kevesebb. Most például táncegyüttesek, lehetett volna picit több. Ütközünk ebben, hogy bérleti díjak is elég magasak, úgyhogy beindítani és vállalkozásba is ezt csinálni, ez elég kemény. Addig megismernek, addig összejön szép számú csoport. Ugyanúgy gyerekkorosok valahogy kevesebbet hallom rólunk. Lehetséges, hogy léteznek, lehetséges, hogy... Nem látszanak annyira. De nem látszanak, nem mutatkoznak. Nem mutatkoznak. Ez, inkább ez mondana. Én mutatnám gyerekeket mindenhol, mert nekünk ez a versengés, ez élet. Ha őket nem látnak, nincs motivációt. Egy darabig csináljunk, utána megunjunk, senki nem tapsol. És változik. Most belekóstoltam a férjem révén a sportolásba, látom, ott elég erős eredmények vannak. Büszke is vagyok a veszprémi sportolókra, de én erre szavaznám, hogy a művészetbe is, ugyanúgy tánc együttesek lehetséges, hogy vannak. Csak mutassunk, engedjük őket hozzánk. Az említett díjak mellett Irina emlékérmet vehetett át az ukrán közösség érdekében végzett társadalmi munkájáért az ukrán világkongresszus elnökétől. Oklevelet kapott az európai ukrán kongresszus elnökétől. Erős lélek emlékérmet adományozott számára az ukrajnai önkéntesek szövetsége, és azt hiszem ezzel még nincs vége a kitüntetések sorozatának. A legjobbakat kívánva köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is a lehetőséget, és akkor én is mindenkinek jót kívánok, és békét.
Ez volt a Veol Podcast Pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.